Köszöntöm a Kávadásának nézőit, mai vendégeink Hegedűs Loránné, a Jobbik országgyűlési képviselője, és Kamarás István, az Opra Roma Cigány Demokratikus Néppárt elnöke. De első témánk pedig az önök felvetése, az egyik felvetése, ez pedig az úgynevezett alapjövedelem. Önök minden magyar országon élő állampolgárnak 100 000 forint alapjövedelmet biztosítanának, várandós agyáknak 200 000-et, és egy gyermekes család esetében, ha jól tudom, 10 millió, két gyermekes esetében 15-3 gyermekes, vagy annál több esetében pedig 20 millió forintos vissza nem térítendő lakásteremtési kölcsönt, vagy segítséget, pénzbeli segítséget. Hogy kell ezt elképzelni, mert ez egy az, hogy nagyon magas szám, kettő, ezt maximum eddig ilyen arab országokban, gazdag arab országokban lehetett látni, hogy létezik alapjövedelem, vagy ilyenfajta támogatási forma. Hogyan gondolják ennek a megvalósíthatóságát? Én azt gondolom, hogy erre van pénz, hogyha meglátjuk, vagy megnézzük azt, hogy a elmúlt 25-30 év alatt azok a kormányok, amelyek egymást váltották, milyen rablógazdaságot és sisere módra szétrabolták ezt az országot, és milyen rablógazdaságot műveltek, akkor azt látjuk, hogy ha ezt jó célokra fordítottak volna, akkor egy részről szerintem ezt be lehetett volna már eleve vezetni. Hogyha azt látjuk és azt nézzük, hogy mondjuk a mostani kormány az milyen ízléstelen szinten mondjuk tömi a pénzt azokba a vállalkozásokba, úgymond, amiből lehet busásan lopni például a stadionépítés, akkor azt gondoljuk, hogy ez is egy rengeteg pénz, és ezt is lehetne arra fordítani. És mi azt gondoljuk legfőképpen, hogy ez egy olyan dolog, ez a szociális alapon, alanyi jogon járó jövedelem, amivel szociális biztonságot szeretnénk garantálni, mi azt gondoljuk, hogy ebben egy olyan munkahelyteremtési lehetőség van, illetve gazdaságélénkítő program, amely nem is olyan hosszú távon, de hatalmas haszonnal is járna az országnak, és a többség ennek különben bejönne. Mert egyrésztről mondjuk akkor a szociális támogatások az megszüntethetnénk, nem volna munkahelyteremtési programok, nem lenne lakás, fenntartási, szociális támogatások, és még sorolhatnánk azokat a rengeteg szociális támogatások, amire most rákényszerül a kormány, ez nem volna adható, hanem mindenki tisztességesen, becsületesen tartsa le a saját magát és a gyerekeit. Legfőképpen viszont azt gondoljuk, és ebből gondoljuk mi, hogy abszolút lehetne ezt a évi 10 000 milliárd forintot finanszírozni, mi azt gondoljuk, hogy a magyar állam adósságot azokat nem mi cigányok vettük föl, és nem is mi költöttük el, nem is mi loptuk el. Ezt fizesse vissza az, aki fölvette, meg aki elköltötte, meg aki ellopta. Mi nem vagyunk hajlandó ezt visszafizetni. Jó, megvalósítható ez büdzsé szempontjából, és ez az alapjövedelem, ez működőképes rendszer lehet. Igen. A helyzet a következő, hogy én itt, mint a Költségvetési Bizottság tagja is állok, és azt kell, hogy mondjam önnek, hogy kicsit tény, hogy van a magyar költségvetésben egyfajta mozgástér, ez számításaink szerint egy kb. 600 milliárd forintos mozgástér, de hát ez messze nem volna elegendő arra, amit most itt az előbb hallottam. Ugye Magyarország a csatlakozási szerződésben elég komoly feltételeket vállalt a tekintetben, hogy milyen szigorú költségvetési politikát fog folytatni, és erre nagy szükség van, mert minden mai napig a magyar költségvetés hiányra tervez. Tehát minden nap több és több kiadásunk van, mint amennyi bevételünk van összességében. És ezt, ne arra ugyan, minden magyar állampolgár együttesen költi el. Cigány, nem cigány, magyar, vagy bármilyen más nemzetiségű, az egyszerre költi el. Tehát sajnos olyan nincsen, hogy önök ebből a felelősségvállalásból, ami a magyar államadósságnak a felvállalása és visszafizetése, kivonnák magukat. Az kétségtelen tény, ezt a Jobbik is mondja, hogy azt a adóssághalmazt, amit a rendszerváltozás előtt úgymond a nyakunkba vartak, és ugye azok a bizonyos guruló dollárok, amik szépen kigurultak Magyarországról, és soha egyetlen egy fillért sem költöttek abból magyar emberekre, magyarországi állampolgárokra, hogy e tekintetben igenis volna létjogosultsága a bizonyos fajta államadósság felülvizsgálatnak, újraütemezésnek, és ha lehet azt mondani, a görög példa részbeni elengedésre, de azt nem lehet mondani, hogy egy népcsoport kivonja magát ezen felelősség alól. Nem beszélve arról, hogy igen, ezt a fajta alapjövedelem koncepciót több rendkívül gazdag országban már megpróbálták
próbaképpen bevezetni. Európai országot is tudnék ilyen példát mondani, és mindenhol látványos bukás volt. Miért? Mert éppen nem azt szolgálta, amit ön itt mondott és említett, hogy ez majd munkahelyeket fog teremteni, hanem hát pontosan azt a kényelmet szolgálta, hogy ne legyen semmi okom elmenni dolgozni, hiszen ha kise teszem a lábamat, többet kapok, mint hogyha elmennék dolgozni. Ma Magyarországon egy köztisztviselő, vagy egy közalkalmazott, ez ugye több tízezres, százezres nagyságrendben beszélünk emberekről, akik éjt-nappallá téve dolgoznak, és minimális bért keresnek. Tehát a garantált bérminimumot viszik haza. Úgy, hogy aztán az egy egész családot fönn kell tartani. És minden mögött rendkívül szorgalmas és felelősségteljes munka van. Tehát én azt gondolom, hogy ha valamit, először a munkát kéne megbecsülni Magyarországon, és ezeknek az embereknek kéne de nagyon segíteni. Azért, hogy utána vonzó legyen, hogy én nővérke vagyok egy kórházban, vagy egy orvos vagyok, vagy egy tisztviselő vagyok egy önkormányzatnál. Vonzó legyen ez a pálya, hogy oda az emberek el akarjanak menni dolgozni. Tehát én az alapjövedelem koncepcióval ezért nem értek egyet, és nem tudunk ebben támogatást nyújtani, mert ez egy rendkívül káros, destruktív folyamat. Van egy másik javaslatok is, az számomra még, hát fogalmazhatok így meredekebb, ez pedig a cigányság területi autonómiája Magyarországon. Önök ezt programszerűen fel is építették, be is mutatták. Először is tárjuk fel, mi ez a cigányság területi autonómiája Magyarországon. Mi azt gondoljuk, hogy ha nem tudunk a sajátjainknak, akár cigány, akár magyarnak, nem tudunk tisztességes, alapszintű megélhetést biztosítani, akkor az embereknek kutya kötelessége saját magukról gondoskodni. És mikor 11. Pius pápa annak idején meghirdett az enciklikájába a szubszidiaritás elvét, akkor erről beszélt, hogy nem csak hiba, nem csak bűncselekmény, de bűn is arról fölülről gondoskodni egy olyan dolgokról, amit kis szinten is meg tudnak az emberek valósítani. És én azt gondolom, hogy mikor élet-halál harcot küldenek mondjuk Észak-Magyarországon a nagyon szegény emberek, akkor nekünk ezekről az emberekről akkor is gondoskodni kell, hogyha mondjuk a képviselő asszony nem támogatja ezt az életbemaradási küzdelmet, vagy akár az összes magyarországi párt, vagy az elit, az a magyar politikai elit, vagy a magyar kulturális elit nem van hajlandó ezt támogatni, nekünk akkor is kutya kötelességünk a sajátjainkról gondoskodni, és amennyiben a magyar politikai elit nem kap észhez, akkor mi azt mondjuk ebben az esetben, hogy akkor legyen területi autonómia, mert nekünk akkor is magunkról gondoskodni kell. Melyik terület lenne az Magyarországon? Négy megyébe gondolkodunk, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nógrád megye és Heves megye, ez észak-magyarországi roma tartomány néven szeretnénk ezt az autonómiát kiküzdeni magunknak. Az lenne, hogy lenne saját pénzük, lenne saját adó, navjuk, lenne saját kormányzóságuk, ezt hogy kell elképzelni? Hát körülbelül úgy kell kezdeni, mint ahogy a székelyek gondolják mondjuk Romániában. De mi azt gondoljuk, hogy azon a területen élnek legfőképpen a cigányok Magyarországon, és Magyarországon kívüli határmenti övezetben is ugyanolyan magyarok, mint én, vagy ugyanolyan cigányok, mint én, mert hogy átmegyünk Kárpátalja felé, vagy Észak-Magyarország felé a határon, vagy akár Erdélyország felé, akkor azt látjuk, hogy átléptük a határ, és semmi nem változik, mert ugyanolyan magyar, illetve igazából cigány falvak tömegei jönnek, ahol már mindenki csak magyarul beszél, de szintiszta cigány. Tehát azt gondoljuk, hogy összeértek lassan a szálak, és hogyha a magyar állam nem veszi ezt a dolgot komolyan, és hogy nem hajlandó, kivonul 30 éven keresztül ezekből a településekről, és ebből a régiókból, meg megyékből, és éhhalálra ítélteti azokat az embereket, akkor nekünk igenis kötelességünk gondoskodni miből ezekről az emberekről. Miből tartanák fent ennek az autonómiának a működését? Mert itt gondolom akkor, ahogy feltételezem, hivatalok lennének, külön ügyintézés lenne, külön dolgok lennek, mert az autonómiának az is lényeg az önrendelkezésnek, hogy vannak külön szervek, amik az autonóm terület felett rendelkeznek, és annak a szabályzását ellenőrzik. Tehát hogyan gondolják ezt realitásban? Tehát egyrészt, hogy Magyarországnak a szuverenitást, a magyar állam szuverenitását nem akarjuk természetesen földobni, meg föloldani. Mi ugyanolyan kultúrát és európai szintű autonómiába gondolkozunk, mint mondjuk az Öllandszigeteki autonómia, vagy akár a dél-tiroli autonómia, vagy akár a székely autonómia. És bizony ott vannak források és lehetőségek. Csak mondok egy példát, az ÁSZ jelentés szerint 1900
90 óta minden hónapban a cigány programokra, nem szociális segélyekre, cigány programokra havi 1 milliárd forint pénz ment el, annak a 95%-át cigány nem is látta. Tehát én azt gondolom, hogyha a saját magunk, ez az ászjelentésem, hogy azt gondolom, hogy ezt magunkra költenénk, nem ellopnánk, mint ahogy a nagyjaink most csinálják hosszú évtizedeken keresztül, akkor egészen más lehetőségek volnának. De a statutumunkban, amit közzétettük, ott teljesen le van írva, hogy milyen adókat, a Magyar Nemzeti Banknak kihelyezett fiókja lenne, szerencsejáték, stb. Tehát én azt gondolom, hogy nem halnánk éhen egyrésztről, másrésztről pedig azt gondolom, hogy ettől sokkal rosszabb már nem lehet. Tehát most így sarkos a példa, de mint az indián rezervátumokban, Amerikában, hogy engedélyezik a szerencsejátékot, és akkor önöknél lehetne mondjuk ugyanúgy ismét játékgépezni, ami ugye Magyarországon most már betiltottá vált. Tehát ezekből a forrásokból külön szabályozási rendszerben oldanák meg többek között a fenntartást. Kérem, hogyha a székelyek rezervátumot akarnak, akkor én szerintem nem. Mi ugyanazt szeretnénk, hogy a dél-tiroli autonómia, az se rezervátum, egy nagyon kultúrát, magas szinten. Nem is az indián rezervátumokról beszéltem, ott engedélyezik a szerencsejátékot. Igen, de én ezt olyan nem, formában Amerika más részén igen, nem. Igen, de én ezt nem tartom szerencsésnek rezervátumra fordítani, én azt gondolom az autonómia. Nem a szerencsejáték jogot gondoltam, amit most felhozott, hogy szerencsejátékot is. Akár. Tehát, hogy biztos van beleszólásunk abba a kulturális szinten, akár politikai szinten bizonyos jogaink, vagy akár gazdasági szinten is bizonyos jogaink, hogy mi milyen dolgokat csináljunk. Ez nem egy rossz dolog, ez nagyon egészséges dolog. Mi úgy tudjuk, hogy az Európai Unióban például ez egy nagyon ajánlós struktúra arra, hogy hogy a kisebbség és a többség harmonikusan, tisztességesen, becsületesen együtt éljenek, és a legtöbb jelentés szerint, vagy kutatás szerint ez képes a legjobban feloldani azokat az ellentéteket, ami mondjuk egy kisebbség-többségben van. Jó, nézzük magát az autonómia kérdését először, és az, hogy magyarországi cigány területi autonómia, ennek mi a véleménye autonómiáról és területi cigány autonómiáról hazánkban? Világos. Tehát a következő. Kezdjük ott, hogy szerencsejáték gépezésből nem lehet egy államot megalkotni és fenntartani. Tehát el tudom képzelni, hogy Andy Vajna nagyon jól el van a kaszinóiból, de abból egy államot működtetni lehetetlenség. Tehát én nem tudom, hogy jól hallottam-e azt a beszélgetést, amit az előbb lezajlott. Az európai példákra visszatérve, Baszkföld, Katalónia, Dél-Tirol kérdése. Ugye háromfajta autonómia képzelhető el, a személyi, a kulturális, valamint a területi autonómia. Erdélyország esetén a székelyek autonómiája is egy kulturális szintű autonómia lenne. Jelentem tisztelettel, ma Magyarországon a magyarországi megyék tekintetében, nem csak Észak-Kelet-Magyarországon, de Délnyugat-Dunántúlon is, ugye nagyon sok roma önkormányzat van. Tehát ezt a fajta önállóságot már a roma önkormányzatokon keresztül a cigányság tudja gyakorolni. Tehát úgy, mint a közösségszervezés, a kulturális, az oktatási, a közművelődési autonómia, ez már megvan adva, lehetőség van rá, mind az alaptörvényben, mind pedig az önkormányzati törvényben és egyéb más ágazati törvényekben, ez biztosított jog. Én azt gondolom, hogy ezekkel a jogokkal élni kéne. Tehát bocsásson meg nekem, nem egy cigány telepen, és hát szegregátumban jártam már életemben, amelyek egy-egy roma önkormányzat fennhatósága alá tartoztak. Az, hogy amit ön említett, és ez nem vitatom, ez bizonyára így van, hogy az A szerint ilyen nagyságrendben vesznek el az integrációból a pénzek, de ez melyik magyar embernek a felelőssége? Kérem, hogy nevezze meg. Tehát ezt a roma önkormányzatokon keresztül, a roma országos szervezeteken keresztül kéne elkölteni, vagy költődik el, és tűnik is el a rendszerből. Tehát ez nem a mi felelősségünk. Ezek a pénzek már megvannak. Megvannak, és csak egyszerűen jól kéne, hogy hasznosuljanak, hogy valóban az integráció része legyen, és hogyha már integráció. Hát abban szerintem egyetlen magyarországi bejegyzett
törvényesen működő pártnak se volt soha egyetlen egy másodpercig se fenntartása, hogy igen, nagyon nagy szükség van az integrációra. Azon belül azonban a megoldási javaslatok azok nagyon különbözők lehettek, például a Jobbik mindig is azt hirdette, mondjuk az oktatás területén, hogy egy differenciált oktatásra van szükség. De ez is egy másik téma, nem akarok ebbe belemenni. De tehát soha senki az integráció fontosságát nem kérdőjelezte meg. Tehát ez a tartományi autonómia, amiről önök beszélnek, az a legdurvább szegregáció. Ez saját magukat szegregálnák a magyar nemzet testéből. Nem is értem egyébként, hogy ez hogy merülhet fel. Hát ha valami nem európai gondolat, ilyen értelemben akkor ez. Nem beszélve arról, hogy még egy pillanatra visszatérve a autonómiáknak a kialakulására, tehát ugye jellemzően ez a II. Világháború után időszakra tehető, és ahogy annak idején a kiegyezés korában is három dolgot, ez soha nem érintett, a külügyet, a hadügyet és a pénzügyet, tehát ezeknél a területeken is ezt soha senki nem kérdőjelezi meg, hogy ezeknek a tartományoknak, ha kulturális, oktatási, közművelődési autonómiája van bizonyos közigazgatási önállóságon belül, azért ezen túl ezeket a területeket, és tegyük hozzá például az egészségügyi ellátást is. Ha jól tudom, az önök programjában még ez is benne van, hogy önálló egészségügyi ellátást, tehát önálló kórházai lennének. Most bocsásson meg, de és milyen szakemberekkel szeretnének ezt önök feltölteni? Tehát a MNB kihelyezett telephelyén, vagy azokban a bankfiókokban kik dolgoznának? Kik dolgoznának a közigazgatásban, az egészségügyi intézményekben, és itt tovább. Tehát azért gondolom, önök se gondolnák, hogy ezt egyik pillanatról a másikra meg lehet valósítani, és azoknak a szegény embereknek a sorsát, akit említett, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak, nyilván egyik pillanatról a másikra szeretnék ugyanakkor megoldani. Tehát, hogyha megoldásba gondolkoznak, ami nyilván sürgető megoldás, akkor gondolkoznak, kérem abba, hogy ne lopja el senki a cigány integrációra fordítható sok-sok ezer milliárd forintot. Én azt gondolom, hogy sajnos a képviselő asszony nem olvasta a székelyföldi területi autonómiának a statutumát, mert az nem kulturális statutum, hanem az egy nagyon komoly politikai és területi autonómiát. Nyilván olyan szegmense is van, de alapvetően erről szólna a törvény. Nem, legfőképpen területi és politikai része van, és hogyha elolvasta volna a képviselő asszony a mi statutumunkat, az Észak-Magyarországi Roma Tartomány statutumát, akkor észrevette volna olvastam, a képviselő asszony. Olvastam, és tudja, mi a megdöbbentő, hogy olyan minisztériumok vannak benne, noha egyébként ez 2017. április 23-ai dátumozású, ami Magyarországon nincs. Olyan jogi kifejezések vannak benne, vagy jogi kifejezések, amelyek Magyarországon nem találhatóak meg egyetlen jogszabályban se. Tehát se törvényben, se önkormányzati rendeletben, sehol. Tehát igazából nem tudom, önök valahonnan fordították. Vagy autonómia törekvése volt eddig Magyarországon, ugye? Tehát akkor valahonnan fordították ezt az anyagot? És én azt gondolom, hogy ha a képviselő asszony ezt elolvasta volna mind a kettőt, akkor látta volna, hogy teljesen hasonló a gondolkozás, a székelyföldi autonómia törekvés és a Észak-Magyarországi Roma autonómia törekvés között. Teljesen ugyanaz. A székelyföldi autonómia törekvés is azt mondja, hogy a román állam kezébe hagyja a hadügyet, a pénzügyet és a külügyet, és mi is ugyanerről beszélünk. Tehát nem. Önálló bankalapításról, a Magyar Nemzeti Banknak nem, a kihelyezéséről nem. Beszélnek, és tovább. Hát kihelyezett fiókja van, de ez nem azt jelenti, hogy teljesen a pénzügy, a közös pénzügy, és közös a hadügy, és közös a külügy is. Tehát mi erről beszélünk, és erről írunk, ugyanúgy, mint a székelyek, és sajnos a képviselő asszony nem akarta megérteni azt, amit az előbb mondtam, hogy az a rengeteg integrációs pénz, ami beérkezett Magyarországra, akár az Európai Unión keresztül, hogy a cigány integrációt segítse, annak a 95%-át cigány nem látta. Tehát magyarok lopták el, képviselő. De ki? Ki lopta volna el? Hát azt tessék megkérdezni. Hát ezt önök pályázaton keresztül megnyerték, a különböző önkormányzataik megnyerték, és utána eltűnt. Az ász jelentés szerint... Ő micsoda? A Farkas Flórián az egy tolvaj, de a magyar politikai elithez egy kis Pityáne zsebtolvaj.
ugyanúgy, mint a többi. Bár az integrációs pénzek eltűnését még a cigánypolitikusok is, nagyon sokan, akik az orrőben benne vannak, őt vádolják ezzel. Hát, tehát azt mondják, hogy konkrétan ő játszik szerepet abban, hogy eltűntek a pénzek megfelelő zsebekben. Bizonyos pénzek valóban eltűntek, és mint ahogy előbb mondtam, Farkas Flórián egy tolvaj, de a magyar politikai élethez képest, vagy az elithez képest egy Pityán és zsebtolvaj, a cigány pénzeket úgy ellopták, ahogy csak illik, és az ÁSZ jelentése állami számvevőszék. Tehát egy magyar... De ki lopta el a pénzeket? Hát tessék megnézni az állami számvevőszéknek a bemutatását, ami azt mondja, hogy 95%-a cigányhoz nem jutott el. Nem magyarhoz nem jutott el, cigányhoz. Én értem, hogy cigány lakossághoz nem jutott cigány el. Célszemélyhez, célszemélyzethez. Nem jutott világos, el. Nem a az magyarok az ellopták magyarul. Nem, a magyarok ellopták. Meg, ki, azok a ki? Projektmenedzserek, azok igen. A projektszervezők. Mert azok... nincsen ilyen cigány szakember? Aki ezeket, kérem, a ezeket a pénzeket nem cigányok veszik föl, hanem a magyar államnak a funkcionálisai osszák el, esetleg a cigányok között, mert a magyar állam kapja az Európai Uniótól, nem, és mire eljut odáig a cigány... Magyar költségvetési pénzek is vannak de a benne, Híd a munkához komoly. Program az ugye az országos roma önkormányzathoz köthető, és ott azért, hát azért országos roma önkormányzatban, mert roma emberek vannak ezekben a programokban igen. Is, ott az elosztásban is, ugye a testületüléseken az orrőbe szavaznak ezeknek az elosztásáról, tehát azért nem értem teljes egészében, hogy és igen, és odaérkezik meg a pénz, hogy azt, hogy ezt magyar emberek lopták el, amikor az orrőbe is azt mondják, hogy nem igaz, hanem cigány politikusok lopták el. Én az előbb már még egyszer akkor elmondom, én szerintem a Farkas Flórián és a bandája ez egy Pityáner tolvaj, de a magyar politikai elithez képest egy kis zsebtolvaj. A magyar politikai elit 30 éven keresztül szétrabolta Magyarországot, ezt az országot 3-4-szer föl lehetett volna építeni abból a pénzből, amit 90-től mai napjainkig szétrabolták. Ez egy rendkívül durva rasszizmus, amit ön itt megfogalmaz. Nem durva rasszizmus. A magyarok azok a hibásak, magyarok azok a bűnösök, magyarok a tolvajok, szemben önökkel, akik aztán egy büdös fillert ebből a pénzből el nem loptak, semmit nem csináltak, csak várnák a segítséget, de azt nem érkezik. Na most képvisel azért ez így ebben a formában azért szerintem ez egy nagyon durva munkához, ott a munkához való programban, oké, hány milliárdot loptak el a cigányok? Egy magyar politikai elithez tartozó ember 10 nap alatt ellop annyit. 10 nap alatt, vagy egy hónap alatt ellop annyit. Kérem, és hogy most 30... nevezze meg ezeket az embereket. Nagyon kérem, hogy nevezze meg, mert ő állandóan így megbélyegzésként... Elitről beszélek. Nem vagyok hajlandó egyet sem megnevezni. Tehát a magyar szót megbélyegzésként használja. Pedig azért, bocsássam, mondhatná az, hogy fideszes politikusok, MSZP-s politikusok, Gyurcsány Ferenc én a loptál, 30 éve regnáló magyar politikai elit ezt a szerencsétlen országot szétrabolta. És ez nem cigányok, volt, a 99% azt nem cigány lopta el. De ennek mindig része volt bizonyos cigány politikusok, cigány közösségek, tehát én ezt azt gondolom... Én nem védem őket, képviselő asszony. Na de ne haragudjon, de védi, mert nem ön a magyar szót megbélyegzésként használja. Kérem, most elmondom. Most már több a cigányok loptak, tolvajok az, akik ott voltak akár az MSZP oldalán, akár a Fidesz oldalán, akár az MDF. És ennek az volt a feladata, hogy a cigány integrációra igen, fordított pénzeket, képest, magyar adófizetői pénzeket, amit a magyar politikai elit ellopott, ahhoz képest ezek Pityán zsebtolvajok. Jó, nézze, akkor egyezünk meg abban, hogy az a pénz, ami mondjuk a Szombathelyi Haladás Stadionra ment el, az eredetileg tervezett 9,5 milliárd forint helyett 16,5 milliárd forintnál tartunk, és a pályát nem lehet használni majd nemzetközi mérkőzésekre, mint kiderült. Ez a pénz feleslegesen ment el, tehát ahogy ön fogalmazta... De ezt cigány lopta el? Nem, épp azt akarom mondani, hogy ebben az esetben lehet azt mondani, hogy ez az ott dolgozók, az ottani projektmenedzserek, stb. Az ottani felelős döntéshozóknak a felelős. De én nem mondom azt, hogy ők magyarok voltak vagy cigányok, én ezt nem szeretném őket megbélyegzésként használni, azt mondom, hogy ott igenis felelősségre vonható emberek vannak. Azt gondolom, hogy ugyanakkor a cigány integrációra szánt pénzeket, meg hát azok az önkormányzati tisztségviselők, akik mondjuk adott esetben a roma önkormányzatnál dolgoznak, azok tüntették el, úgyhogy nyoma sincs. Ez sajnos nem teljesen igaz. De akkor hagyd mondjam el, hogy igaz, jó? Nagyon sok önkormányzatnál magyar tehát többségi önkormányzatnál úgy, hogy társberuházói szerepkörben voltak a roma önkormányzatok. Az előző költségvetési ciklusban, tehát 2007-2013 között a TÁMOP-nak egy program elemiből, ami a úgynevezett
ilyen cigány kulturális házaknak az építésére ment volna, milliárd számra mentek ki magyar adófizetői forintok. Ennek egy része volt Európai Uniós, és egy másik igen jelentős része, mert ugye ezek 100%-ban finanszírozott támogatású projektek voltak, meg magyar adófizetői pénzek voltak, amik ugye benne voltak. Ezeknek nyoma sincs. Az, aminek meg kellett volna valósulnia, például Miskolc-Jukó völgy, tessék kimenni és tessék megnézni, hogy ott mire jutottak. Egy katasztrófa, sírnivaló. Nézze, bemegyek, ott a cigány integrációra fordított pénzekről beszélni, bemegyek ott egy akkora kunyhóba, mondjuk úgy, ami egy maximum 4x4-es kunyhó. Van benne egy anyuka bedrogozva, de láthatóan terhes. Mellette a másfél év körüli gyerek üldögél az ágyon, és volt ott egy másik hölgy, szintén együtt laknak, a férjeik kapcsán, vagy a férjük kapcsán nem nagyon tudtak nyilatkozni, hogy hol van. Tartok tőle, hogy talán esetleg börtönben volt. A másik anyuka is éppen egyébként terhes volt. És az udvaron kint pedig egy köbméter, tehát legalább egy ilyen magasságban állt a használt pelenka, mert azt csak oda kidobták. Az a pénz, amit ott hasznosítani kellett volna, az arról is szolgált volna, hogy ezeket a telepeket felszámolják, normális lakhatást adjanak, és egyebekben a gyermekvédelmi intézményeket is megerősítsék. Tehát, hogyha ez az anyuka alkalmatlan arra, hogy a gyerekét nevelje, mert mellette drogozik, akkor el kell tőle venni a gyerekét, és azt egy erre a célra felépített intézményben szakemberek segítségével felnevelni. De ezek a pénzek eltűntek, pedig ott a saját önkormányzatuk látta, hogy mire költi. Pontosan, hogy mire nem költik. Vajon miért? És akkor ott ki a hibás? A magyar önkormányzat? A cigány önkormányzat? Hát én azt gondolom, hogy ezek a pénzek, amiről beszéltünk, azt nem a cigányság lopta el, még egyszer mondom. Tehát a cigány integrációra szánt pénzek, az ÁSZ, a Magyar Állami Számvevőszék szerint is 95%-a nem cigányok lopták el, és eltűnt, nem cigányok lopták el. Mire leért oda, az az 5%, jó, az az 5%-nak a 90%-át azok a kollaboráns cigányok lopták el valóban, akik bizonyos pártoknak az égisz alatt rablógazdálkodást folytattak, ugyanúgy, mint a magyar politikai elit számtalan tagja. De én akkor is azt gondolom, ez egy kis szegmens. Másrésztől a magyar pénz, ezeket, a magyar milliárdokat, a magyar adófizetők, az egyémet is, azokat a cigányságnak, amit ellopott az a kismiskák ahhoz képest, 1%-át séri el, mint amit a magyar politikai elit szétlopott ezt az országot oda-vissza 30 év alatt, és valóban a Jobbik ebben nem vett részt, mert nem volt kormányon, de a többi az igen, valóban részt vett, és én azt gondolom, hogyha a szétlopott milliárdokat sajátjainkra költenénk, akkor nem volna probléma azt megoldani, hogy az alanyjogon járó jövedelmet be tudjuk-e vezetni, vagy sem. És én azt gondolom, hogy akkor, hogyha valaki, akármelyik magyar politikai párt azt mondaná, hogy tényleg fő prioritásként ezt tartaná, hogy az egyszerű emberek tömegeinek valóban segítsünk, és akkor nem volna szó arról, hogy autonómia. De ameddig saját magunkról kell, hogy gondoskodjunk meg, különben mindenki lenéz minket, meg megaláz, és ilyen nyomorúságba taszít, mint amit a képviselő asszony is mond, akkor saját magunkról bizony gondoskodnunk kell, és mi szeretnénk is gondoskodni. Jó, nézze, én azt tudom önnek mondani és ígérni, hogy a Jobbik kormány 2018 áprilisától az összes olyan ügyet, ami például a cigány integrációra fordított és ellopott pénzeknek a sorsa, ki fogja vizsgálni, de nem csak azokat, hanem minden más egyéb olyan projektet, amit szerintünk feleslegesen és károsan valósítottak meg Magyarországon, és az összes bűnös, teljesen mindegy milyen származású, el lesz számoltatva. Hát ebbe mi tudunk támogatást adni. Örülök neki. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm. Önöknek köszönjük a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra.